Örömmel mutatom be nektek Kovács Domonkost, a tőzsdei szakértőnket, akinél hitelesebb és felkészültebb embert a témában nem is találhattam volna, ugyanis most már több mint 30 éve foglalkozik ugye kereskedéssel, tőzsdével, értékpapírokkal, úgyhogy kérlek, hogy hallgassátok őt szeretettel. Azt tanulhatjátok meg Domonkostól, hogy hogyan tudtok napi 300 forintból akár 40-80 ezer forint profitot csinálni, vagy pedig hogyan tudtok 10-20 millió forintból akár 4-5 éven belül több mint egy duplát kihozni. Mindezt minimális kockázattal. Sziasztok, Kovács Domonkos vagyok. 98 óta foglalkozom tőzsdével, és én leszek a Milliomos Klubnak a tőzsdei szakértője. Azért csatlakoztam a csapathoz, illetve azért vagyok itt, hogy támogatni, segíteni tudjak benneteket abban, hogy miként, hogyan tudunk jól tőzsdézni, és ebből a tőzsdéből miként, hogyan lehet megélni akár. Két irányunk lesz, az egyik, hogy ha valakinek van pénze, és havonta sok pénze van félretenni, akkor megtanuljuk azt, hogy hogyan tudunk egy komoly vagyon 10-20 év alatt felépíteni. A másik irány pedig az, hogy mi van akkor, ha valakinek nincs pénze, legalábbis csak havi 10-15 ezer forint, viszont szeretne részesülni a tőzsdén elérhető hozamokból, szeretne megtanulni kereskedni, akkor vele mi legyen. Ezt a két irányt fogjuk követni. Én 1998-ban kezdtem, mint tőzsdei broker, a Microbroker ZRT-nél, és utána folyamatosan pénzügyi területen mozogtam, illetve kisebb kitérőkkel voltam külföldön sokat, meg dolgoztam, mint tréner. Az egyik hazai kisebb broker cégnél voltam portfóliókezelési vezető, ahol 3 évig azzal foglalkoztam, hogy portfóliókat raktunk össze, illetve kiválogattuk azokat a részvényeket, befektetési formákat, amivel biztosítottuk azt, hogy az ügyfeleink éves szinten 15-20% hozamot tudtak elérni. Dolgoztam külföldi brókercégnek is, dolgoztam az Exclusive Capitalnek, mint fióktelep vezető, illetve magyarországi több más brókercégnél is dolgoztam. Az elmúlt 2 évben leginkább a tőzsdei befektetésekből élek, illetve a tőzsdével nagyon sokat foglalkozom, mindannak ellenére, hogy ez nem egy főállású munka, én ezzel naponta 1-1,5 órát foglalkozom, azon kívül elég sok minden más csinálok. Amikor befejeztem a főiskolát, gazdasági főiskolát, és el kellett döntenem, hogy merre megyek tovább, akkor az egyik irányom az volt, hogy vagy valami olyasmit kéne csinálni, amivel nagyon sokat lehet keresni, vagy pedig valami olyasmit, amiben nagyon jól érzem magam. Amiben nagyon jól éreztem magam abban az időben, az a sportolás, illetve a tenisz volt, de sajnos, mint kiderült, ebből annyira nem lehet jól megélni, így aztán elmentem brokernek, amit később nagyon-nagyon megszerettem, és nagyon szívesen csináltam. Ha arról beszélgetünk, hogy mit üzennék a 25 évvel ezelőtti saját magamnak, akkor én biztos valami olyasmit mondanék, hogy fegyelem, kitartás, és először nagyon tanuljuk meg, amivel foglalkozni szeretnénk, és erre szálljunk rá, nem kell sokat, 1-2 évet, nem kell több, utána rengeteget kell gyakorolni, mint ahogy én is egyébként egész életemben, amikor az elmúlt 25 évben a tőzsdével foglalkoztam, akkor kiderült, hogy legalább 15-20 ezer óra van mögöttem, és bizony ez a tapasztalat kell ahhoz, hogy tényleg működjenek ezek a dolgok. Tehát nálunk itt a Milliomos Klubban, ahogy a társaimmal együtt, itt az a szokás, hogy mindenki 6 modulon megy keresztül, ez 12 leckét jelent modulonként, nem sokára mindjárt bele is vágunk az elsőbe, ami egy bevezetés lesz, és az alapfogalmakról fogunk beszélni. Nem pénzügyi tanácsadás, amit végzünk, illetve én nem adok befektetési tanácsadás, mindenki saját felelősségére áll neki ezeknek a dolgoknak. Amit én biztosítani tudok, és amit el fogok mondani, hogy miként, hogyan érdemes, illetve olyan modellekkel, tudásanyagot adok át, amivel nagyon-nagyon sok 10 évet meg lehet spórolni, és akár már rögtön el lehet kezdeni ezt az egész tőzsdei befektetéses dolgot. Az a rengeteg tudásanyag, amit én átadok, az alkalmasát teszed téged majd arra, hogy a saját kockázatvállalási képességed mellett, amit mindenki eldönthet, hogy ez neki alkalmanként 1000 forint, vagy havi 15 ezer forint, vagy 100 millió, vagy kinek mennyi, milyen döntéseket hozol meg, és még egyszer mondom, ez nem befektetési tanácsadás, amit nyújtunk, hanem egy olyan tudásanyag, amivel, hogyha megbarátkozol, te is alkalmas leszel arra, vagy képes leszel arra, hogy akár ezeket a napi 20-30-40 vagy 100-200 ezer forintokat megkeresd. Az a kérdésem mindenkihez, hogy a 6 modulos kurzuson keresztül, ami anyagokat én tanítok, azokat mindenki úgy próbálja ki, hogy a saját kockázatvállalási képességéhez mérten annyi pénzt tegyen bele, amennyit szeretne. Ugye leggyakrabban azt szokták tőlem kérdezni, hogy mekkora tőkére van szüksége ahhoz, hogy az ember ebből meg tudjon élni. Az egész kurzus folyamán 2
irányzatot fogunk követni, akinek van pénze, és akinek nincs pénze. Akinek van pénze, az nyilván el tudja dönteni, hogy most 1 millió, 10 millió, 100 millió, vagy 1 milliárdra kezdi el azt a portfóliót, vagy azt a lehetőséget, amit bemutattunk. Illetve akinek nincs pénze, az pedig az a kérésem, hogy havi 15 000 forint alatt ne kezdjünk el ezzel foglalkozni. Havi 15 000 forintból lehet olyan számlához jutni, és olyan kereskedési gyakorlatot folytatni, amiből már egy szemmel látható összeg, akár havi 1000, 2000, 3000 dollár is kereshető. Ez azt jelenti, hogy ilyen 4-800 000 vagy 1 millió forint havonta. Amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor ez a lehetőség nekem annyira megtetszett, hogy én egész nap a gép előtt ültem, és nap 8-10 órákat töltöttem azzal, hogy a csártyaimat bámultam, és próbáltam megkeresni a legmegfelelőbb nyitási meg zárási pozíciókat. Ez az évek alatt odáig csökkent ez a dolog, hogy most már egy kialakult stratégiám van, amit én reggel 9 óra előtt 5 perccel és 10 óra 20 között folytatok, ami azt jelenti, hogy vannak alkalmak, amikor 10 percet foglalkozok ezzel naponta, van, amikor 1 órát, de arra mindig nagyon szoktam figyelni, hogy körülbelül másfél órát tartsam. Nem mondom azt, hogy még néha nem esek kísértésbe, és tegnap délután is például leültem még a gép elé, és 2 órát nyomkodtam, de ez most már pusztán ilyen jó érzés és hobbi, és azért, mert szívesen csinálom. Egyébként napi 1 órából úgy vettem észre, hogy az ember egy nagyon normális megélhetést tud biztosítani magának. Szóval itt a Milliomos Klubon belül, a kurzuson belül az egyik fajta irány az arról fog szólni, hogy mi van, ha valakinek nagyon kevés pénze van, viszont szeretne ezzel megismerkedni. Én amikor ezt a számlavásárlásos módszert, illetve ezt a lehetőséget kipróbáltam, akkor ez havi 15 000 forint befektetés jelentett, és ezzel sikerült nekem az egy órás munkámmal vagy csárt előtt történő üléssel, elemzéssel, odafigyeléssel ezt a két S&P pontot, ami 100 dollárnak felel meg, ezt megkeresni, ezek átlagok, van, amikor ez sokkal több volt, és van, amikor kevesebb, de nagyságrendileg, hogyha itt mindenki nagyon-nagyon figyel, illetve te is megfigyeled, hogy mit és hogyan tanítok, akkor arra teszek kísérletet, hogy megtanuld azt, hogy lehet a havi 15 000 forint befektetéssel napi 100 dollárt, azaz körülbelül 38 000 forintot keresni. És a Milliomos Klubon belül a másik irányunk az, amikor valakinek van pénze, és van egy havi fix bevétele, illetve félre tud tenni, tud fizetni saját magának. Azok számára ezt a vagyonteremtéses osztalékportfóliót fogjuk elmondani, illetve arról fogok nagyon sokat beszélni, illetve azt nézzük meg, hogy hogyan lehet összerakni, mert azt vettük észre, hogy valaki évente ezt a 15-20%-ot el tudja érni, amit én úgy látok, hogy stabilan el lehet érni az elmúlt 5 év, illetve az S&P teljesítmény az elmúlt 100 év alapján. Azt vettem észre, hogy ha valaki komolyabb összeggel rendelkezik, akkor 15-20 éven belül már egy olyan több százmilliós vagyonnal tud rendelkezni, amivel a nyugdíját nagyon-nagyon meg lehet alapozni.